Remek eredménnyel hangolt a magyar szinkronúszó válogatott a bő 2 hét múlva rajtoló vizes világbajnokságra. A székesfehérvári orkese versenyzőit Szakál Pannát is soraiban tudó nemzeti csapat a FINA világkupa szuperdöntőn. Athénban 2 versenyszámban is a 4. helyet szerezte meg. Panna az élményeiről, várakozásairól a hétfői fehérvári átmozgató edzésen mesélt. Én nagyon élveztem a versenyt, jó kűröket futottunk. Ha még a pontszámot nem is kaptuk meg, a végére a megérdemelt pontszámot értük el. Ez mit jelent? Végén megkaptuk a 78 pontot, amit már magyar versenyeken korábban is megkaptunk, de most már nemzetközi bírók is ezt így értékelték. Egyre inkább kezdik tehát komolyan venni a magyar válogatottat, és hát ezért meg is dolgoztak a lányok, és nem csak a mostani világkupa döntőre igaz ez. Nagyon örülünk nekik, hát ugye az Európa-bajnoki 3. helyezettet azért nem újja felül, de ki tudja, mi lesz a világbajnokságon majd. A kérdés pedig adja magát, mi lesz majd a világbajnokságon. Panna szerint sok függ majd az ellenfelektől is. Céljuk azonban, hogy minél több versenyszámban döntőbe jussanak. A válogatott tagjai elvégezték a munkát, és már nagyon várják, hogy vízbe ugorjanak a világbajnokságon. Nagyon motiváltak vagyunk, mióta megjött a hír, hogy itt Budapesten rendezik. Azóta tényleg megy a csapat előre, és nem nézünk hátra, csak mindenki motivált, és lökjük egymást a cél felé. Mert csak ilyen apró részleteket fogunk itt tisztogatni, irányokat, pozíciókat, de már nagyon úgy semmit, egybe futjuk a kűröket, és várjuk, hogy jöjjön a VB. A VB pedig jön a magyar válogatott Szakál Pannával június 18-án a kombinációs kür selejtezőjében száll vízbe, majd másnap rögtön jön a rövid program selejtezője.